Tudjuk, tudjuk, a pizza egyszerű étel, sőt, pofon egyszerű, mindösszesen három dolog kell hozzá. Jó tészta, jó feltétek és egy jó kemence. Ha ez a három megvan, akkor minden jó. Világbajnok pizzát süthetünk, három saroknyira áll majd a pizzériánktól a sor. Ha még nincs pizzériánk, akkor is jobb lesz a pizzánk annál, mint amit a pizzériák többségében kaphatunk. Igen, a pizza pofon egyszerű étel, de a hangsúly ebben a szóösszetételben mégiscsak inkább a pofonon van, nem az egyszerűn. Mert ha a szükséges három dologból bármelyik is tökéletlen, akkor egyszerűen adunk egy pofon magunknak, és azt mondjuk rá pizzasütés. Az előbbi idézett Dragomán György főzős könyvéből származik, és ezt a könyvet nem csak azért ajánlom, mert Dragomán nagyon jó stílusban ír, hanem azért is, mert ebben a könyvben az ő receptje az, ami tulajdonképpen végre találkozik azzal az elképzeléssel, amit én már régóta gondoltam, hogy milyennek is kellene lennie egy jó pizzának. Egy kicsit átalakítottam persze a saját igényeinknek megfelelően ezt a receptet, és ennek az elkészítését fogom most ebben a videóban megmutatni. Először csak néhány mondat arról, hogy szerintem milyen is a jó pizza. Az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon sokan gondolják azt, hogy pizzát sütnek, az én anyukám meg az anyósom is szokott, de nagyon sokan fognak egy szögletes tepsit, és akkor abba csinálnak egy ilyen jó vastag, puha keltésztát mindenféle kolbászos meg egyéb feltétekkel. Az ilyen étellel igazából tulajdonképpen semmi baj, nagyon finom, csak nem pizza. Ugyanis az én elképzelésem szerint a pizza az vékony és ropogós tésztájú, nem pedig ilyen vastag, puha keltészta, és a szélén sem dagad meg nagyon. Nyilvánvalóan ott valamennyire felpuffad, de ott is kemény marad a külseje, és ropogós lesz az egész. Ezt a tésztát nagyon kevés élesztővel kell elkészíteni, és ráadásul nem frissen kell fogyasztani, majd mutatni is fogom a receptben, hanem a hűtőben érdemes tárolni, és minimum 3 napot kell hagyni, hogy a hűtőben nagyon lassan keljen. Na és akkor a recept végre. Ugye itt van a dagasztógép, amit már 2 videóban is szereltem, hogyha nem láttátok a javítását, akkor meg tudjátok nézni. Vezérlőpanelt cseréltem benne, de most már végre jó, és a pizza tészta dagasztáshoz is ezt szoktuk használni, ugyanis ez is egy viszonylag kemény tészta, és azért ezekhez egy ilyen masszívabb, erős gép nem árt. A lényeg, hogy először az összetevőket bele kell pakolni egy tálba. A Dragomán receptje szerint 1 kg liszthez 6 deci vizet kell használni, de az a helyzet, hogy 1 kg lisztből olyan sok ilyen 6-7 darab ilyen egyszemélyes 30-32 centis pizza jön ki, hogy az nekünk itthon kettőnknek sok, ezért én annyiban változtattam ezen a recepten, hogy az 1 kg helyett 60 deka lisztet használok, és ahhoz nyilván arányosan leosztva 3,6 deci víz szükséges. A pizzához természetesen pizza lisztet kell használni. Ezt más néven nullás lisztnek is hívják, ez a lehetőleg apróbb szemcseméretre van őrölve. Mi ezt a nagyi titkát szoktuk venni, de én olyan nagyon nem találtam különbséget a lisztekből, ez egy viszonylag jó minőségű liszt, hát nem is nagyon olcsó, de igazság szerint, hogyha azt veszed, hogy 1 kilóból kijön 6-7 pizza, akkor azért az nem olyan vészes ár. A következő összetevő az élesztő. Én a budafoki élesztőt ajánlom leginkább, nekünk azzal volt a legkevesebb alkalommal problémánk. Ez most nem az, nincs itthon, de a lényeg, hogy a lehető legjobb akkor az élesztő, ahogyha minél frissebb. Mérleget nyilván érdemes a tállal együtt lenullázni, és akkor azon kívül hideg vizet érdemes használni. Én a vizet nem térfogatra szoktam mérni, hanem azt is a mérleggel, hát ugye a víznek a fajsúlya 1, azaz 1 liter víz az 1 kg, tehát hogyha 3,6 deci vizet akarsz kimérni, akkor 360 g-ot
kell belemérni a tálba. Ebbe érdemes feloldani az élesztőt, mert akkor jobban el fog tudni keveredni a tésztában. A Dragomán azt írja a receptben, hogy az 1 kg liszthez egy kis ujjkörömnyi élesztőt érdemes használni. Ez így is van, mivel ugye legalább 3 napot keresztett, de a hűtőben akár 8-10 napig is eláll egy ilyen tészta, hogyha ennél több élesztőt raknál bele, akkor az már tényleg túl kellene, úgyhogy tényleg egy nagyon pici darabot érdemes csak rakni. És ezt érdemes benne feloldani. Hideg víz, hiszen a hűtőben fogjuk tárolni, nem akarjuk, hogy most gyorsan megkeljen. Következő a só, de gyakorlatilag ennyi kell bele, egyébként víz, élesztő, só és a liszt, a pizzatészta ennyi. Ehhez a 600 g liszthez én egy ilyen teáskanálnyi sót szoktam rakni. És végül a 600 g liszt. Nyilván plusz-minusz 1 g belefér. Néhány perc dagasztás a géppel, aztán egy 10 perc pihenő, és utána még egy 5 perc dagasztás a géppel, hogy igazán jól össze legyen dolgozva a tészta, akkor lesz utána megfelelő az állaga. Kulisszatitokként mutatom, hogy ahhoz, hogy a képminőség ilyen legyen, ahhoz két ilyen nagy derítőlámpát is kell használnom. Úgyhogy, ha teheted, akkor a köszönet gombra kattintva anyagilag is támogathatod a munkámat, hogy tudjak ilyen cuccokat venni, és tudjak még jobb minőségű videókat csinálni. Köszi előre is, ha megteszed. És 10 perc elteltével még egy néhány perc dagasztás, ettől lesz igazán jó a tészta állaga. Na, kész a tészta, most jön az a része, hogy ugye, ahogy mondtam, ezt nem frissen használjuk, hanem eltesszük a hűtőbe. Én ilyen fedeles műanyag poharakat szoktam erre használni, ezt a 600 g lisztből készült tésztát én 4 egyenlő részre osztom a mérleg segítségével, és utána így lefedve megy be a hűtőbe, és akkor így gyakorlatilag egy dobozba egy pizzára való adag van, tehát nagyon egyszerű a felhasználása, hiszen csak kikapok egyet a hűtőből, és már készülhet is a pizza. Úgyhogy most elosztom 4 részre, bemegy a hűtőbe, aztán pedig egy 3-4 nap múlva találkozunk, amikor majd készítek nektek egy pizzát, és akkor megmutatom a szószt meg a feltétet is, a szószt is saját recept alapján a feleségem készíti, annak a receptjét is berakom a videóba, meg egyébként a sütés mikéntjét is, hogy olyan legyen, ahogy szerintem jó egy pizza. Na, most gyorsan szétdobom, aztán utána meg majd 3-4 nap múlva jövünk vissza.
No, tegnap este megsütöttük a pizzát, de mivel jól akartuk érezni magunkat, közben nem dumáltam, csak vágóképeket csináltam, és egy jó saját magam által készített sörrel elfogyasztottuk. Egyébként, hogyha nem láttad még a sörfőzésről készült videómat, azt is érdemes megnézni, mert ez is egy olyan hobbi, amivel egyébként érdemes foglalkozni. Itt egyből az elején látszik is, hogy elég nehezen tudtam kinyújtani a tésztát, és ragadós is volt. Sajnos ez szerintem az élesztő miatt volt. Ugye a videó elején a készítés során mondtam is, hogy én a budafoki élesztőt javaslom, az sajnos nem volt itthon, ez egy másfajta volt, és ez is már viszonylag régi volt. Nem kelt igazán jóra a tészta. Én elkövettem azt a hibát, amit javaslok, hogy ti ne kövessetek el. Érdemes mindig a lehető legfrissebb és jó minőségű élesztőt használni. Ne ezen múljon, hogy milyen pizzád lesz. Én a saját pizzámat a feleségem által készített házi készítésű szósszal kentem meg. Ennek a receptjét itt megmutatom. És hát egy kis habanero chili, az persze semmiben nem rossz, nem szabad túlzásba vinni, de én szeretem. Ezek után igazság szerint nagyon sok mindent rakhatsz rá, sok esetben a hűtőben található maradék rántott hústól kezdve igazából bármi rámehet, hogy ne romoljon meg. Most ebben az esetben nem voltak ilyen jellegű maradékaink, de egyébként a kolbásztól kezdve tényleg a fantázia szab csak határt. Én nekem a kolbász túl erős ízű, azért azt nem szoktam rárakni. Most szardéniát, konzerv szardéniát raktam rá. Szinte mindig rakok rá olajbogyót. Én nagyon szeretem, szerintem bármivel jó, és hát igazából a pizza hangulatához passzol is. Hát sajtból trapistát szoktunk használni. Igaz, hogy sokak szerint ez a sajtoknak a legalja, de szerintem a pizzára megfelelő. És az egy nagyon fontos a pizzasütésben, hogy a lehető legmagasabb hőmérsékleten kell sütni, tehát igazából egy 300 fok fölötti sütőhőmérséklet lenne az ideális. Állítólag Nápolyban az igazi pizzakemencékben 400 fokon sütik nagyon rövid ideig, tehát mit tudom én, egy percig. Hát sajnos erre itthon nincs lehetőség, a mi sütőnk az 250 fokot tud. Ezen a hőmérsékleten olyan 6-8 perc is kellhet, hogy megsüljön a pizza. Kicsit jobban kiszárad így, jó lenne egy nagyobb teljesítményű sütő, legközelebb olyat fogunk venni. Ja, és a feleségem pedig tejföllel, és tavaly ősszel saját maga által eltett kis paradicsomokkal készítette el a sajátját, szintén szardiniával, de főtt tojáskarikákat is rakott rá. Szóval, ahogy mondtam, a fantáziád szabhat csak határt annak, hogy milyen pizzát készítesz. A lényeg, láthattátok, hogy pizzát készíteni nem olyan bonyolult. Érdemes jó alapanyagokat használni, érdemes olyan sütőt beszerezni, ami jó magas hőmérsékleten tud sütni, és érdemes rászenni ezt a néhány napot, hogy előre elkészítsd, és utána a hűtőben lassan keljen. Nekem ez a recept bevált, ajánlom nektek is, hogyha tetszett, kérek egy lájkot, hogyha nem vagy még feliratkozva, iratkozz fel, és hogyha elkészítitek a pizzát és ízlik, akkor nyugodtan hozzászólásba írjátok meg, vagy például, hogyha feltétre ötletetek van, akkor azt is szívesen fogadom én is, meg mások is, akik nézik ezt a videót. Na, találkozunk legközelebb. Sziasztok!